látnia, hogy egy magyar, aki jön Budapestről, azt a nevet nem ismeri, hogy Kubala. Én is ledöbbentem, hogy mondom, kiről beszél az ember, hogy, és utána jött az, hogy nekiálltam kutatni, és utána jöttek a különböző könyvtárak és újságok is, filmrészleteknek a felkutatása. Ez az egyik, ami elindított természetesen ez a történet ezzel a katalán producerrel. A másik az, hogy ugye ez 2008-ban volt, és 2009-ben kezdtük a munkát, 5 évvel ezelőtt. És hát 5 éve próbálkozunk azon, hogy egy Kubala film elkészüljön. Hát ő volt az alap. Tehát nekem az volt az ötletem, az volt az, hogy lesz egy 100 perces Kubala film. De az nem jött még létre, sok minden magyar film összedőlt, Endi Vajda nem szereti annyira a dokumentumfilmeket, nem sikerült a pályázat. A Magyar Média Mecenatúra támogatta meg, de nem a Kubala filmet, hanem egy átalakítottam, és amikor a kutatásban rájöttem, hogy ennyi magyar van még mellette, akkor azt mondtam, hogy jó, csináljunk egy kisebb költségvetési munkát, ami még mindig nem kevés, de nem fér bele mindaz, amit a Kubala életébe bele kéne tenni. Hogy ő volt edző Szaúd-Arábiába, hogy volt edző Paraguayba, hogy Dél-Amerikában ismerik a nevét, és amikor meghallották, hogy egy magyar filmrendező filmet akar készíteni a Kubaláról, akkor mindjárt jött a panamai oldal, jöttek a Kolumbia, és átvették a La Vanguardiának, a spanyol napilapnak a cikkét, hogy egy magyar Kubaláról filmet fog, legalább 5 dél-amerikai ország. Aztán Kubala filmsztár lett, tehát hogy ez nem fér bele, majd abba a filmbe fog belekerülni, hogy 1954-ben Spanyolországban egy játékfilmet forgattak az életéről, amiben Kubala saját magát játsza. Na most ez milyen? Egy igazi egész estés játékfilm, nagyon népszerű lett, nem is rossz színész volt a Kubala egyébként. Tehát, hogy verekedett, cigánynótákat énekel, szökik a határon, hogy megvan nekem persze az a cím, hogy az ászok a békét akarják. Egy ilyen kicsit propagandisztikus, frankoista film, de a Kubaláról szól. Reméljük, hogy ezek mind alapjai lesznek annak a filmnek is, hiszen hihetetlen vicces és komoly. De hát az is, hogy mit csinálta Hungáriába. Miközben voltunk abban a fogolytáborban, ahol Kubala volt, már mentünk kutatni Olaszországba. Milyen az, hogy Kubala fogolytábor után egy másik táborba került, nem fogoly, hanem menekültábor, bocsánat, Róma mellett, bekerült a Cinecittába, ami a filmgyár, ugye, ami az álomvárosa Rómának. Ugye rengeteg film készült a Cinecittába, az összes Fellini film, és miközben 49-ben Kubala ott lakott az ötös műterem mellett, ahol Fellini forgatott, és akkor forgatták a Bicikli tolvajokat. És most azon dolgozom, hogy találjunk olyan felvételeket, amikben Kubala és a többi menekült statisztált ezekben a filmekben. Mert Kubala akkor már így bebejátszott pénzt keresett vele, de rengeteg sztori van. Ezeket a felvételeket meg kellett keresni, találni, meg kellett szerezni, lepapírozni. Elmeséltem a polgármesterünknek, hogy ennek egy joga, egy része van meg a jogoknak. Magyarországra sikerült megvenni, tehát az, hogy még Európával megvegyen, meg világjogot szerezzek ezekre. Ezek 5-6 ezer euró egy perc. Ez egy nagyon drága dolog ennek a világjogát megszerezni, a zenéknek, a fotóknak. És hát ugye ebben 5 év kutatás van, ehhez a filmet konkrétan 2 évig kutattunk. Horváth András Dezső kollégám volt az ilyen főkutató, Varró Krisztián. Több mint 500 oldalt fordítottunk spanyolból és katalánból. Tolmácsokat szereztünk, akikkel dolgoztunk. Szóval, amíg egy ilyen film lépés, aztán utána megírni ezt, összerakni, megszerkeszteni, megtalálni hozzá a zenéket az 50-es évekből, hogy így passzoljon, és minden összejöjjön. Hogy én mindig azt mondom mindenkinek, hogy az, hogy most dokumentumfilm vagy játékfilm, nem tök mindegy, illetve nekem mindegy. A lényeg az, hogy működik vagy nem, tetszik vagy nem, megmozgat vagy nem. És ugye én a munkáimmal, amik mozikba kerülnek, azt próbálom bizonyítani, itt nem könnyű, hogy lehet filmet tenni moziba, ami dokumentumfilm, sokkal nehezebb elfogadtatni, mint egy játékfilmet, mert nem ehhez vannak a magyarok szocializálódva, hogy van egy dokumentumfilm, amit jó nézni, lehet rajta nevetni, sírni.
meg úgy van megcsinálva technikailag is, hogy ilyen nagy vászon is kinézzen valahogy. Ugye kollégáim tudják az András, hogy ugye ez nem esik széjjel, az éles, ez úgy van fényelve. Tehát olyan technikán ment át, vízlát nevű berendezésen, amit a játékfilmet csinálnak, aminek aranyban mérik az árát per óra. A keverése, a hangja, hogy 5.1 ilyen, hogy a stadion, meg a bazilika atmoszférája, mintha ott lettünk volna. Ugye egy hétig kevertük a hangot, egy hétig fényeltünk, és 3-4-5 hónapig vágtunk. Tehát, hogy 4 vágóval éjjel-nappal. Tehát, hogy ez egy iszonytató meló. Hát ennyi minden kell hozzá, és ez olyan, mint a háború, tehát hogy 3 dolog kell hozzá. De persze nem csak ez, itt dolgozott legalább 40 munkán, látták a vége főcíme, hogy mennyi mindenki kellett ahhoz, hogy ez így összejöjjön, és kutatni az utolsó fotót, hogy hallunk egy történetet, és ahhoz előkeresni azokat a fotókat, hogy ott van Kubala ebben az olaszországi fogolytáborban, és ott ül és gondolkodik, és elkapni ezeket a pillanatokat. De aztán valahogy összeöltött 600 fotó, meg a családi archívok, ez csoda, hogy elő tudtunk keresni a kocsis családból archív felvételeket, hogy láttunk igazi képeket, hogy éltek akkor, milyen autójuk volt, vagy a Kubala házából láttunk képeket, aki hihetetlen gazdag ember lett, és ugye szegényen volt meg, mert gyakorlatilag, mint jó ember, szétosztogatta az egész vagyonát. Gyakorlatilag semmilyen nem maradt, de ott lakik. És neki egy, ugye, három ország válogatottjának volt a játékos, ez ismert a Kubaláról, csehszlovák válogatott volt, magyar és spanyol, és hogy 99-ben őt választották minden idők legjobb Barca játékosának. És van egy könyvem, amit vettem Barcelonában, aminek az elején 3 játékos van, a Kubala, a Cruyff és a Ronaldinho. És hát ezt a szurkolók szavazták meg, vagy 100 000-en, vagy 2 vagy a világban, hogy Kubala lett minden idők legjobb Barca játékos, egy magyar. Ladislo van a szobron, ez ne lepjen meg senkit, így lett anyakönyvezve, mert lengyel és szlovák felmenők vannak, de ő Budapesten született, ő egy magyar ember. Úgyhogy így is soha nem felejtette a nyelvét, a kultúráját. De hát, hogyha megyünk Szlovákiába, akkor szlováknak tartják, a spanyolok katalánnak, mi meg magyarnak. De nekünk szerintem fontos az, és nagyon bízom benne, hogy ez sokfelé lesz a film külföldön is. Lehet vinni, lehet mutatni, hogy ezek voltunk, mi ezt tudtuk, ezt tudjuk. Ez a magyar tehetség, a magyar kreativitás. És majd megint lesz idő, amikor valahogy itt lesz a magyar foci. 5 év múlva, 10 év múlva, 100 év múlva, nem tudom. Nem tudom, nagyon nehéz most a VB ide alatt hallgatni azokat a mondatokat, most biztos néztétek a VB-t, hogy a VB döntőjébe azt mondja a Szepesi György a magyar válogatottnál, hogy 2-0 vezetünk a németek ellen az első félidő 8. percében. És ha belegondolunk, hogy lesz mondjuk egy milyen döntő lesz. Ugye Németország játszani fog Argentinával. És képzeljük, hogy Argentin helyett mi lennénk ott. És 2-0 vezetünk a Klózenek a Schweinsteiger ellen. Szóval ez volt a történet, és én azt gondolom, hogy több generációnak szól, de nem tudom, ezt igazoljátok vissza, hogy az idősebbeket megfogja, mert a gyerekkoruk jut eszébe meg az apjáink emléke. Nekünk ilyen középgenerációnak azért, mert vagy nem tudtunk erről, vagy jó erről tudni. A fiatalabbaknak meg azért, mert van itt egy példa, és szerintem erről kötelező tudni. És ezért került be egy picit több 56-os dolog, meg részlet, mert azt gondoltam, ha én nem tudom ezeket a részleteket, ilyen foci analfabéta, akkor egy csomóan nem tudhatják meg, és jó, hogyha megtudjuk azt, hogy volt, amikor volt ez a 3-2 a döntőben, hihetetlen egybeesés ezzel a Benfica döntővel, hogy ott 3 magyar vitte a csatássorban az akkori legjobb csapatát Európának, az FC Barcelonát. Na, van még kérni, bocsánat, mindig belefeledkezem magamnak.